Nyír Bátor mindig meghatározó volt a térség kulturális életében. A bátori nyár idén harmadik alkalommal kínál magas minőségű kulturális programkavalkádot a helyi, környékbeli lakosoknak, vagy akár a külföldi turistáknak. A programok megfelelnek a fiatalabb és idősebb korosztálynak. Az összeállításban jelen vannak a hagyományok és az újszerű szórakozási lehetőségek egyaránt. Idén 45 éves a város, és azt gondoltuk, hogy a születésnapunkra a rendezvényeken túl valami olyan kedvességet, olyan programot kínálunk az ide látogatóknak, ami a korábbi években nem volt elérhető. A három torony tula igazából nem szól másról, mint a városháza és a református templom épületét és faharanglábját lehet gyakorlatilag megtekinteni. Kinyitottuk, és fel lehet jutni a tornyok csúcsára, és onnan meg lehet tekinteni a várost, ami eddig nem volt, és ez azt gondolom, hogy egy különleges lehetőséget teremt mindenki számára, hogy más szempontból, más nézőszögből láthassa a várost. Olyan produkciókat is összegyűjtenek az ország, sőt a világ minden tájáról, amelyek jelen vannak más fesztiválokon is, csak nem ezekre helyeződik a hangsúly. A legtöbb 21. századi fesztiválon van utcaszínházi esemény kiegészítő programként, viszont a Szárnyas Sárkány kifejezetten ezekre helyezi a hangsúlyt. A rendezvény szervezője úgy fogalmazott, kicsit poros, kicsit koszos, de annál fülbemászóbb. Kiemelném a külföldi előadóinkat, Argentínából érkezik hozzánk Josefina Perez Gárdi, aki Muruja néven járja a világot. Ő egy személyes új cirkusz, utcacirkuszi előadó. Ez egy számunkra, a magyar közönség számára elég új formája a színháznak. Igazából nagyon humoros, nagyon interaktív, és eszméletlen ügyes trükköket mutat be. Ő egyébként egy bábos kötéltáncos, tehát hogy már ez a fúzió is egy elég érdekes dolognak hangzik. Aztán végre, valahára, ugye 26. alkalommal vendégül láthatjuk a Sebő együttest és a Kaláka zenekart, mert nagyon régi vágyunk volt, hogy ők ott lehessenek, és annyira örültem, mikor úgy a megkeresésünkre úgy reagáltak, hogy végre már. Tehát, hogy ők is nagyon szerettek volna már eljönni. A zenei és utcaszínházi események mellett idén kiemelt figyelmet kapnak a sportprogramok is. A bátori nyár keretein belül lesznek lovasnapok és strandröplabda bajnokság is. Az extrém sportra vágyók pedig különleges akadályversenyen próbálhatják ki magukat.